Szikis történet? Szikis történet. Életem legviccesebb sztoria. Amikor apukámnál voltam kint Tájföldön, ötödikes koromban, elmentünk egy ilyen vidám parkállatkert nevű helyre, ahol ilyen elefánt show volt. A helyi műsorvezető gyerekeket toborzott a játékhoz, és be lehetett menni az elefántokkal így, hát a játékban részt venni. Így rád lépett az elefánt, egy óvatosan meg átlépett, tehát ilyenek voltak. Teltházban, tehát hogy full lelátó, mit én ezenem voltak. Jelentkeztem, lehívtak, apukám kis kamerával ül. Nézd, lehívtak, what's your name? Christian Eder. Mondom, hogy nagyon király vagyok, már ez tiszta English perfect. És akkor kérdezik, hogy and how old are you? From Budapest. És akkor így nézd a csávó, apám így bólogat, hogy nem érve, integetnek neki, hogy igen, apa, igen. Röhögnek rajtam. No, how old are you? From Budapest. Oké. Okay. És akkor where are you from? 11. És akkor így nézek apámra. Az integet, teljesen, hát takargatja meg, nem az én gyertkem, tudod, teljesen ki volt. Egyébként a bácsi az tudomásul vette. Tehát, hogy nem tette fel még egyszer a kérdést, elfogadta, hogy én 11-ből származom, és én Budapest éves vagyok. Úgyhogy ez egy rendkívül kellemetlen élmény volt, és ez megvan a kamerám egyébként, úgyhogy nagyon jó visszanézni.